Decemberben szervezett tudományos konferenciát a Mindent a Nőkért Alapítvány Kisvárdán. Ennek témája többek között a nők és gyermekek egészségének megőrzése, valamint az egészségügyi környezetnevelés volt. A várandós nők, csecsemők és gyermekek egészsége állt a középpontban a Mindent a Nőkért Alapítvány kisvárdai konferenciáján. Az alapítvány olyan szülészet és nőgyógyászat tárgykörébe tartozó, nők érdekeit képviselő és aktuális lehetőségeikről felvilágosító szervezet, amelynek tagjai egészségügyi szakemberek és több éves releváns tapasztalattal rendelkeznek. A magyar nők környezet és egészség tudatosak, főleg amikor első babájukat várják, hangzott el a konferencián. A szülésznők egyre inkább elérik céljukat, miszerint már teljesen beépült a köztudatba, hogy magzatvédő vitaminokat javasolt szedni, valamint a magnézium tartalmú készítmények fontosságát is tudják a terhes nők. Sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztanak. Ezt segíti, hogy az elmúlt években csökkent a várandós vitaminok ára, közölte a Magyar Szülésznők Egyesületének elnöke. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Ince Tímea, a Mindent a Nőkért Alapítvány szakmai vezetője, illetve Szilágyi Jenikő, a Magyar Szülésznők Egyesületének elnöke, nem mellesleg kuratóriumi tag. Jó napot kívánok, üdvözlöm önöket. Akkor a felvezető anyagra kapcsolódván, és akkor majd fogunk beszélni az alapítvány munkájáról is, azért mindenképpen azt kérdezném önöktől, hogy ugye decemberben voltak konferenciák szép számmal, Kisvárdán is, Budapesten is, miért volt ezekre szükség? A Mindent a Nőkért Alapítvány gyakorlatilag Magyarországon és határainkon túlélő nők, gyermekek egészségének megőrzéséhez nyújt segítséget, és 2018-ban nekünk számtalan lehetőségünk volt arra, hogy ellátogattunk Indonéziában, Dél-Amerikában, voltunk Afrikában, és kutatásokat végeztünk szülészeti témakörben főként, és a kutatásaink során észrevettük, hogy az alapítványnak a munkásságát ki kell egészíteni, és muszáj kiegészíteni a környezettudatos neveléssel és gondolkodással, és ezek irányában is elindultunk. A konferenciánknak pedig egy ilyen záró, egyez bemutató, szakmai irányelveket elhazahozó, és oktató jellegű előadásokat kívántunk összerakni és összehozni, ami nagyon fantasztikusan sikerült. Na hát akkor mennyire sikerült fantasztikusan, különösen a budapestit emeljük ki, hogyha jól tudom, ott önnek is, önöknek is szerepük volt, mint a Magyar Szülésznők Egyesületének elnökének. Igen, ugye, mint mi említette, tehát az alapítvány nemzetközi kutató munkákkal töltötte a 2018-as évet, és a Magyar Szülésznők Egyesülete, mint társszervező szakmai segítője volt ennek a konferenciának az életre hívásában. Azt tudom mondani, hogy nemzetközi szinteken olyan óriási főméltóságok jöttek el a mi szakmánkhoz kötötten, mint például a Sally Perman, aki a világ vezető szülésznője. Illetve a Mervi Jokinen, aki Európa legnagyobb bábája, tehát az Európai Szülésznők Szövetségének az elnöke, és ők tiszteletüket tették, illetve a Timi által el tudtuk, illetve az alapítvány eldelegálta ide Indonézia legnagyobb bábáját, és ez óriási dolog volt. 300 fő volt erre kíváncsi Magyarországról, ezt azt tudom mondani egy konferenciában nagyon szép számú tekintettel arra, hogy Magyarországon 1152 regisztrált szülésznő van, tehát ez nagyon szép számú. Akkor voltak a regisztráltak száma, és nagyon jó. Mondhatjuk. Igen, igen. És nagyon jó volt együtt gondolkodni, nézni azt, hogy hogyan működik kint, külföldön. Igen, és nagyon jó volt kitekinteni a világra. Igen. Gondolom, igen, igen. Beszéljünk egy kicsikét akkor magáról az alapítvány munkájáról, hogy mi hívta egyáltalán életre Mindent a Nőkért. Hát azért ez így eléggé nagy halmaz. Elég nagy halmaz, bizony. Valójában az alapítványnak a fő célkitűzései elsősorban, mint a kolléganőmmel mi is szülésznők vagyunk, és láttuk azoknak az eshetőségét, hogy mik a nők igényei, vagy mik lehetnének még esetleg a nők igényei, és mi ezért hívtuk létre ezt az alapítványt, hogy ezeket mindenféleképpen próbáljuk kielégíteni, ezeket az igényeket. Ezen kívül természetesen próbálunk jó célokat is létrehozni. Például most itt gondolok arra, hogy
decemberben volt egy adományozási programunk. Sóston rendeztünk egy több napos adományozós programot az átmeneti otthon gyerekei számára, és nagyon megtisztelő volt, mert Szabó Tünde államtitkárasszony is részt vett az ajándékozásoknak az átadásában, és ezt úgy zártuk, hogy az Arany János Gimnázium helyett adott egy karácsonyi koncertnek, amelyet a Vidám Manók vezényelt le. Szuperül sikerült, teljesen meghatódtak a gyerekek, és vannak további terveink, például nyáron tábort szervezünk nekik, és egyéb ilyen. Említette, hogy első kézből tapasztalják azt, hogy mi a nők igényei. Hát gondolom itt ugye abban a szakaszban, amikor éppen, tehát szülés előtt, vagy éppen után állnak a hölgyek, mik a nők igényei, akkor ezt mindenképpen fel kell tennem ezt a kérdést, önök mit tapasztalnak. Mik a nők igényei? Igen. Elég a műsoridőjére? Hát pár percben van rá lehetőség. Ugye a nők igényei, mi is nők vagyunk, tehát innen jön az, hogy vajon nekünk mi lennének az igényeink, illetve... Akkor inkább erre az életszakaszra lennék. Igen, a több éves szakmai tapasztalatunk azt mondatja velünk, hogy a nők méltóságos bánásmódot, örömmel teli szülést szeretnének, és egészséges kisbabával ők maguk egészségesen távozzanak. Ez a nők igénye. Ez akkor így ennek megfelel, eléggé rövid volt ahhoz képest. Az volt a kérdés. Igen, de nem kapnak méltóságos ellátást? De. Azt gondolom, hogy főként itt ebben a megyében nagyon méltóságos szülészeti ellátást kapnak, és országunk is kiemelkedő. A mi nemzetközi tapasztalataink azt mondatják velünk, hogy nagyon jó Magyarországon szülni. A kormányzat részéről pedig van egy olyan igény, hogy családbaráttá alakítsák a szülészeteket. No, ez mit jelent? Nem eléggé családbarát? Tehát jó magam is tapasztaltam, hogy az apás szülést azt megengedik. Igen, ez a családbarát, nincs ennek még lefektetve maximálisan az irányelvei. Erre nagyon sok szakember tette föl a mindennapjait, hogy ennek az irányelvnek a megalkotásában részt vegyenek. Ez elsősorban az infrastruktúrát kell Magyarországon fejleszteni, mert nagyon szuper szakemberek vannak Magyarországon, jó a szakmai irányelvek, viszont nem megfelelőek az infrastruktúrális adottságok. Gondolok itt például, hogyha egy nő vízben kívánna szülni, vajudni, nem minden szülészethez tartozik vajudókád. Van rá igény? Van. Magyarországon egyre nagyobb igény van arra, hogy víz közelében vajudjanak, illetve vízben hozzák világra a gyermeküket. Illetve infrastruktúrára gondolok, például egy szülőszék, vagy szebb, kényelmesebb ágyak, esetleg, hogy apuka is oda tudjon feküdni, amikor már megszületett a kisbaba, és az aranyórát együtt kívánják tölteni. Tehát apuka eddig is ott lehetett, de valahogy most egy picit úgy gondoljuk, hogy jobban bele kellene őket ebbe vonni. Önök pedig hogy jönnek a képbe? Úgy jövünk a képben, hogy harmadjára, negyedjére említjük ezt a nemzetközi kutatást. Amit ott tapasztaltunk, azokat összegyűjtjük, és szeretnénk ezeket kamatoztatni. Tehát, hogy nem minden szakembernek van arra lehetősége, nem minden szervezetnek van arra lehetősége, hogy idejét feláldozza, esetleg anyagi forrásaik legyenek arra, hogy elmenjenek akár Hollandiába, akár Új-Zélandra. Most ezt azért hozom fel ezt a példát, mert ott úgynevezett szülészeti fellegvárak működnek. És amit ott tapasztalunk, amit ott látunk... Mondjuk ami... akkor egy-két példát. Nagyon felcsigázott. Szuper jó dolog az például, hogy Új-Zélandon, amit én tapasztaltam személy szerint, amikor elhívtak oda egy konferenciára is, nyilván nem csak a konferencián voltam, hanem sikerült elmennem egy bevásárlóközpontba, vagy bárhol, és... olyan szoptató szobák voltak kialakítva, amelyet itt is terveznek már is, és mondják, hogy az anyatejes táplálás támogatása egy fő célpont, de azért azt úgy, hogy lefotóztam és elhoztam, hogy mégis, tehát nem egy WC-ben kialakított szoptatásra alkalmas hely volt az, hanem kényelmes, gyakorlatilag bőrfotelbe be lehetett ülni, teljesen egy ilyen 20-30 négyzetméteres kis területen, mikróval, melegítővel. Most nem kórházi körülményekről beszélünk, hanem mondjuk egy bevásárló központról. Persze, ez egy bevásárló központról beszélünk, de a kórházi körülmények ennek a
megsokszorozott dolga. Nyilván most itt anyagi nem minden kórház teheti meg, vagy egy magánkórház Magyarországon itt is ugyanolyan. 2019? Bocsánat, hogy a szabályba vágunk, csak az időnk az véges. Igen. 2019-ben a kormány családbarát törekvéseihez szeretnénk segítségünkre lenni a kormánynak, mégpedig edukációs programmal, tehát mind az alapítvány konferencia szervezésével, mivel nagyon profi az alapítvány abban, hogy nemzetközi konferenciákat hívjon életre, illetve az egyesület pedig a családbarát edukációban szeretne mindenképp részt venni. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Mi köszönjük szépen.